színpompás virágok, rengeteg beporzó. Egy igazi biodiverzitás központú kertben járok Moson-Szent-Miklóson. Gribek Dani vagyok, és ez itt a Hektár örökzöld vlog, ahol fenntartható kerteket mutatok be nektek. Tartsatok velem, és járjuk körbe a harmatos ligetet! Sáfrányfő a magyar neve, és egy nagyon hálás hagymás növény. Nem kell felszedni térre a hagymáit, de néhány évente érdemes megfrissíteni, mert nagyon össze tudnak gubancolódni a hagymák. Koi pontyok vannak, aranyhalak vannak, és addig nem lehetett halakat telepíteni, amíg nem volt kellő növényzet a tóban, hiszen nekik szükségük van arra, hogy legyen árnyék. Sehol nem használunk geotextilt a kertben, ezt kimondottan a talajélet elősegítése miatt döntöttünk úgy, hogy nem használjuk. Ez az ernyős verbéna, mert nagyon jól szaporodik magról, nagyon könnyű tartani, egy nagyon szárazságtűrő növényről van szó. Sziasztok! Szia! Hát először is köszönöm, hogy meghívtatok a kertetekbe, ezért cserébe hoztam nektek egy kis ajándékot a talajreformtól. Örülünk, hogy eljöttetek. Majd kíváncsi vagyok, hogy hova fogjátok tudni használni, ahogy körbenézek, biztos lesz hol. Ez egyrészt egy ilyen takarónövény keverék, a méhek nagyon Szuper. Fogják imádni, mert nagyon sok fajta növény meg faj van benne, amiket kifejezetten szeretnek a beporzók. Ez pedig igazából nem is nektek, hanem a növényeiteknek hoztam, mert hogy ez egy szépen. Ilyen talajjavító készítmény, és ők fogják meghálálni, úgyhogy lehet, Köszönjük hogy még szépen. Virágosabb lesz majd a kertetek. Legyen így. Bízunk benne. Úgyhogy nagyon Köszönjük. Kíváncsi vagyok, hogy hát mit fogtok nekem a mai napon mutatni. Mielőtt körbe vezetjük a nézőket, meg ti engem, egy picit beszéljünk arról, hogy mióta van meg a kert, mióta építgetitek, szépítgetitek, és mi volt az alapkoncepciótok? Jó, hát igazándiból most van a harmadik nyara ennek a kertnek, tehát 2 évvel ezelőtt kezdtük el a kialakítását, ez egy teljesen lucernával vetett és kaszált terület volt, és úgy döntöttünk, hogy csak és kizárólag az angol kert részen fogjuk a növényzetet megbolygatni, és itt be lett szántatva a terület, mivel 2 lehetőségünk volt, vagy a gyomírtózás, vagy pedig a szántatás és a kézzel való kiművelés, és így ezt választottuk. És közben ugye háttérben a gyerekek nagyon aktívak, mert hogy van azért kis játszótér rész is, így ugye van, nekik így kialakítva. Van. 2 gyerek van? 2 gyerkőc, igen, 3 és 5 évesek, fiúk, Lehel és Lackó. És egyébként annyit tegyünk hozzá, hogy kutyátok is van, tehát úgy kell majd nézni ezt a kertet, hogy 2 gyerek és kutya mellett csináljátok. Igen. Annyit még áruljatok, hogy hívják a kutyát? Dió. Egyébként ugye Moson-Szent-Miklóson vagyunk. Mi jellemző itt a környékre, ami így a kertet befolyásolja? Azt tudom, beszélgettünk itt, hogy például nagyon agyagos a talaj, és ez például a kerti tó kiásásánál azért okozott némi plusz munkát, plusz erőfeszítést. Annál lehet kicsit többet. Hát tulajdonképpen igen, agyag talajunk van, amiről ugye azt kell tudni, hogy igazándiból nagyon jól tartja a vizet, viszont hogyha kiszárad, akkor iszonyatosan kemény, illetve cserepesedik a teteje, és emiatt is van az egész kert mulcsolva. Ezt helyi őshonos fáknak az aprítékával oldottuk meg. Nyilván ilyen zsákos kiszerelésben, esetleg barkácsáruházakban iszonyatos költség is lenne ekkora területet lemulcsolni, illetve nem szerettem volna ilyen import rovarokat, illetve lárvákat a kertben, tehát ez is volt az oka annak, hogy őshonos fáknak az aprítékát innen a szomszéd településről szereztük be, és azzal van az egész terület borítva, és tulajdonképpen így sokkal lassabban szárad ki a talaj felülete, illetve hát
sehol nem használunk geotextilt a kertben. Ezt kimondottan a talajélet elősegítése miatt döntöttünk úgy, hogy nem használjuk, és így rengeteg madarunk van, rengeteg rovarunk van, rengeteg csigánk van, és igyekszünk mindenkivel megtanulni együtt élni. De a madarak például nagyon szeretik azt, hogy nincs geotextil, rengeteg táplálékot találnak a faapríték alatt, úgyhogy mindig rendszeresen szét is pakolják itt a mulcsot, és úgy kell visszarakni az ágyásokba, mert tényleg kikotorják a növények alól. De hát igazából ezt abszolút nem bánjuk. Azt meg tudod mondani, hogy körülbelül hány virág, növényfaj található a kertetekben? Sac per kávé? Hát, ugye azt kell tudni ezzel a kertről, hogy ez a kertnek az egyik fele. Gyakorlatilag pont a fele, amit most itt be fogunk mutatni, mert az első felén még készül kerti kiülő, stb. Viszont, dió, viszont ott is már a növényesítés elkezdődött, tehát azzal együtt közel 1000 fajta növény található a kertben. Megmutatjátok akkor nekem ezt az 1000 féle növényt meg, ami közéjük van rejtve? Persze. Természetesen. Gyertek beljebb. Ahogy itt végignézek a kerten, hát szerintem a gyerekek imádják ezt a helyet egyébként. Ó, tényleg, bocsánat, én visszatérek, mert a gyerekek is foglalkozik el. Jó, rendben. No, Anna, hogy akkor ide értünk az egyik ilyen virágszigethez, akkor adódik a kérdés, hogy van kedvenc növényed, virágod itt az 1000-ből? Hát kedvencem igazániból nincs, mert nagyon sok kedvenc van, meg mindig megvan, hogy éppen amelyik virágzik, nyilván mindig az a legszebb. De az egyik nagy kedvencem az ez az ernyős verbéna, mert nagyon jól szaporodik magról, nagyon könnyű tartani, egy nagyon szárazságtűrő növényről van szó, és nagyon szeretik a beporzók is, tehát a pillangókat például kimondottan vonza. És mivel ilyen nagyon laza szerkezetű az egész növény, gyakorlatilag én most még hagyom magról bárhol megnőni, mert hát imádom, és annyira feldobja magát az ágyást, hogy itt-ott felbukkannak ezek a lila fejecskék. Ez egy Írország harangjai vagy kagylóvirág néven is ismert növény, ami igazából hazánkban annyira még nem is ismert. Nekem nagyon nagy kedvencem, mert nagyon különleges a virága, és magról nagyon könnyen szaporítható. Ezt is magról ültettem, ez egyetlen tő. Sajnos egy kicsit a múltkori vihar megviselte őt is, de egyébként annyit kell róla tudni, hogy hideg hatás szükséges a magoknak a csírázásához. Szia, kicsim! És akkor ilyen gyönyörű növény nevelhető magról nagyon könnyen. Egy másik nagy kedvencem a krokoszmia, sáfrányfű a magyar neve, és egy nagyon hálás hagymás növény. Nem kell felszedni télre a hagymáit, de néhány évente érdemes megfrissíteni, mert nagyon össze tudnak gubancolódni a hagymák, sokkal szebben, sokkal dúsabban és magasabbra nő, hogyha egy kicsit meg vannak frissítve pár évente. És egy nagyon látványos már a bimbózástól kezdődően az elvirágzás után, és gyakorlatilag hát ő már inkább közel az elvirágzáshoz van jelenleg, és ilyen nagyon szép magtokokat nevel, úgyhogy egészen hosszan dekoratív és hosszan díszíti a kertet. Az még egy szerintem fontos kérdés, ugye mondtad, hogy 3 éve van nagyjából ugye ez a kert. Hogyan alakítottátok ki, hogyan párosítottatok növényeket? Ugye itt különböző magasságokról beszélünk, különböző színekről, különböző virágzási időkről, ezt mind figyelembe vetted? Igen, ezeket igyekeztem figyelembe venni. Nem mondom, hogy mindenhol elsőre sikerült. Volt például olyan cicka fark, amit elültettem az ágyás elejébe, hiszen ilyen 40-50 centi magasnak kellene lennie, és valamiért 80-90 centi magasra megnőtt, és
emiatt hátrébb kellett sorolni gyakorlatilag az ágyásban, de igyekszem figyelembe venni mind a virágzási időt, tehát hogy folyamatosan virágozzon valami, mind pedig a színeket, hogy ne egy kupacon legyenek a lilák mondjuk, vagy a rózsaszínek, mert a lila most már lassan mindenhol lesz az ágyásokban. Jó, hát ennek mondjuk a beporzók örülnek, amikre kifejezetten figyeltek, megmutatod, hogy hogyan? Igen. Tulajdonképpen a beporzóknak is vannak olyan helyek kialakítva, tehát akár ezek a tobozós, akár például a cserepeknek a belsejében, tehát ugye ezek is azért vannak rajta a karóknak a végén, mert ide például a pókoklepkék le tudják rakni a petéiket. Sokszor látni is, hogy ez a fehér pókhálószerű anyag belekerül, és ugye abban rejtőzik a kicsike. Úgyhogy gyakorlatilag minden úgy van kialakítva, hogy a növényeket is az alapján válogatjuk, hogy szeressék a beporzók őket. Hívják, hogy Csigusz, és ott találtam, és már egy éve gondozom, és házi állat lenne, házba élne, ha apáik megengednék, de sajnos nem engedik, úgyhogy te a szicsiga. Anna, ugye az egyik fontos szempont a kert kialakításánál az volt, hogy a biodiverzitásnak, a biológiai sokféleségnek is teret adjatok. Itt a beporzóktól, a madarakon át, ugye itt említettél csigákat, tehát hogy minél több növény és állatfaj jelenjen meg, és itt vagyunk egy olyan kert részletben, ahol két csoport is érintett, két állatcsoport is. Mi az, amit itt látunk? Igazániból ez egy élőhely lett kialakítva egy régi raklapmagasítóból, aminek már eltörött az egyik rövidebbik oldala, és azt találtuk ki, hogy ebből egy ilyen háromszöget formálva feltöltjük falsábokkal, és tulajdonképpen bogaraknak, lepkéknek, pókoknak, akár magányos beporzóknak is otthont ad. Illetve hát a madár, odú és etető egyben, ide most nem költöztek be az idei évre, de van több fészek is, illetve amiben vannak madaraink, és hát igazából tényleg azt, hogy mindenkinek igyekszünk biztosítani a megfelelő élőhelyet, illetve hogy jöjjön minél több rovar, madárfaj, tehát hogy ez mindenképpen fő szempont a kertben. És van klasszikus mély hoteletek is. Igen, igen, tulajdonképpen abból is készítettünk egyet. Szerintem nézzük meg, jó? Rendben van. Gyakorlatilag látszik, hogy sárral már jó pár nyílás, illetve furat be van tömve, tehát abban mind vannak lakók, illetve a nádas szekcióban is elég jól látszik, hogy több helyen is vannak már szálló vendégeink. És kíváncsian várjuk majd, hogy néha lehet látni, hogy kitolják innen a sarat, akkor onnan kiköltözik valaki, és aztán pár nappal később meg újra benne van a friss sár, és beköltözött megint csak valaki. Ezt a méhecske hotelt, vagy darázsgarást, ilyennyi neve van, ezt ti készítettétek? Igen, ezt a gyerekekkel készítettük. Igazániból ez szerintem tök jó buli egyébként, hogyha valakinek mondjuk kisgyerekei vannak, akkor összerakni ezeket a nagyon egyszerű, igazániból tojástartó van benne, toboz. A toboznál egyébként arra érdemes odafigyelni, hogy ilyen dupla rögzítést igényel, mert ugye az eső és a napfény hatására a tobozok összecsukódnak, illetve szétnyílnak. Tehát itt is látszik, hogy lecsúszik az aljába, mert amikor összecsukódik, akkor ugye sokkal kisebb helyet foglal el, és így könnyen le tudja tolni egyébként magáról ezt a dróthálót. Úgyhogy ezt érdemes alaposan rögzíteni azt a részt, illetve nád van benne, és széna, itt meg ugye két fa hasáb lett tulajdonképpen ilyen alakra bevágva. És ugye két különböző furatméret van, és azt igen, láttam, igen. Hogy itt a kisebbeket kedvelő ami, fajok igen, 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 igen. Abszolút, úgyhogy a kicsikből gyakorlatilag mind foglalt. Az, ahol ez a méhecske hotel áll, az a
kerteteknek a gyakorlatilag ilyen gazdasági része, mert hogy az is van, ugye itt egy kajszit látok rögtön melletted. Igen. Tehát itt vannak a gyümölcsfák, meg itt vannak a magas ágyások. Igen. Gondolom ez is egy ilyen fontos pont volt, hogy egyrészt legyen egy ilyen funkció is, meg ha van gyerek, akkor talán megismerkedjenek a kertészkedéssel, meg hogy honnan jön a zöldség. Igen, ez mindenféleképpen szempont volt, hogy lássák a gyerekek, hogy lehet élelmiszert termelni, illetve hogy ez nem a boltok polcain terem, és igyekeztünk úgy kialakítani, mivel nagyon rossz alapból a talaj. A magas ágyásokban is egyébként kerti talaj van, csak fel van javítva kertészeti tőzeggel, hogy egy kicsit lazább legyen, illetve lótrágyával. Itt hál' Istennek szembe vannak lovak, és onnan lótrágyát szoktam áthozni, és akkor azzal be van trágyázva a növények is egyébként kapnak ősszel belőle, illetve a magas ágyásokba is kerül. A magas ágyást egyébként hogyan alakítottátok ki? Milyen rétegezettséggel? Alul nagyobb ágdarabok vannak benne, feljebb, hát gyakorlatilag ez a mulcsos ágapríték, nyírt fű, és akkor utána ez a kertészeti tőzeggel feljavított, trágyázott agyagos talaj került bele. Illetve az ágyásoknak egy részének a teteje szalmával is le van mulcsolva, hogy kevésbé száradjon ki. És hát azért nincsen mindegyik, mert még nem volt rá idő, hogy mindenhol leszórjuk, a szándék az meg lenne, de az még így időhiányában elmarad, de hál' Istennek így is szépen terem minden, úgyhogy a paradicsomok most már hatalmasak. Ők egyébként februártól a nappali ablakban nevelkednek a férjem nagy örömére. Úgyhogy... Nézzük meg akkor a paradicsomokat, rendben. Jó? És akkor megérkeztünk az egyik magasságyáshoz, a paradicsomhoz, amit már említettél. És hát azt látom, hogy van közötte bársonyvirág, csak nem a boloskák miatt. Igen, hát tulajdonképpen olyan csali és űző növénynek van ide beleültetve, úgyhogy mivel teljesen vegyszermentes a kert, így maradnak az összeültetések és ezek a házi praktikák minden ellen, úgyhogy emiatt került ide a bársonyvirág is. Anna és Bence egyébként arra is odafigyel, hogy a kert mozaikos legyen, és a fűnyíró ne járjon mindig mindenhol, ezért olyan foltokat is meghagynak, amelyeken felnőhetnek a vadvirágok, és amelyeket a beporzók szívesen látogatnak. Egy ilyet látunk itt árvacsalánnal, számos egyéb fajjal, és ezen a területen mintegy 200 narcisz-hagyma várja a jövő tavaszt. Bence, szerintem egy fenntartható biodiverzitás központú kert az nem képzelhető el állandó vízfelület nélkül. Nyugalmat ára, azt gyönyörűen megcsináltátok. Hogyan készült ez a kertitó? Az Anna kitalálta, hogy angol kertet szeretne kialakítani a telkünkön, akkor szépen nekiálltunk és elkezdtünk rajzolgatni. És először csak az angol kert formák, a bizonyos szigetek alakultak, és utána gondoltuk, hogy milyen jó lenne egy kertitó. És elkezdtük ugyanúgy, úgymond megrajzolgatni, és annyira jól sikerült, hogy bele is vetettük magunkat egyből a kétkezi munkába, amiért beáldoztunk egy 4 napos hosszú hétvégét, mindketten ásolt és lapátot fogtunk, és egy nagy péntek, szombat, vasárnap, húsvét, hétfő és 4-es ünnepben ezt a földmunkát el is végeztük, és utána megpróbáltuk minél hamarabb, minél szebbé varázsolni. Szia, Dió! Szia, Dió! És én is itt időzök el, amikor tudunk egy kicsit lazítani. Egy fűnyírás után eldőlök a kis hintaágyon, a gyerekekkel megetetjük közösen a halakat, felállunk a stégre, lábat nem lógatunk, szigorúan tilos. Aha.
tófólia van benne, ami tartja úgymond a vizet. A fólia alatt ki van bélelve egy lebomló textilanyaggal, ami nagyjából csak addig kellett, amíg biztonságosan a fóliát el tudjuk helyezni a tó aljára. Utána ismerősök, barátok segítségével szépen elterítettük a fóliát, fokozatosan töltöttük vízzel, és ahogy telt fel úgymond a kerti tó, a lépcsőzetes kialakításra csináltunk egy alsó kősort, kőszegét, és amikor ezt a kőszegét elhaladtak, megcsináltuk a felső részt, utána raktuk bele a kavicsot, és ezzel együtt elkezdtünk bele virágot is ültetni. A virág mindenképpen kell, hiszen a gyerekek halakat is szerettek volna a tóba. Koi pontyok vannak, aranyhalak vannak, és addig nem lehetett halakat telepíteni, amíg nem volt kellő növényzet a tóban, hiszen nekik szükségük van arra, hogy legyen árnyék. Úgy van kialakítva, hogy legyen nekik vermelőgödrük. Akartam is kérdezni, hogy milyen mély a tó, és akkor a telet hogy oldjátok meg a halakkal? Hát a telet úgy oldjuk meg, hogy maga a tónak úgy mondom az átlag mélység az 80-90 centi, viszont... Ne menj bele, köszönöm. 80-90 centi, viszont van az alján egy négyzetméteres 1-20-1-30 mély vermelőgödör, aminek az aljába van lerakva a vízforgató szivattyú, és a halak, a vízforgató szivattyú megy úgymond télen-nyáron, így bizonyos részen nem fagy be a tó, ha meg nagy jégtábla alakulnak ki, akkor kézi erővel szétszedjük, és így a halak ott abba át tudnak vermelni télen. Bízunk benne, hogy pár év múlva abból a körülbelül 30 saját ültetésű fából, amit elhelyeztünk az angol kertbe, illetve a gyümölcsösbe, a ház melletti udvaron, terebélyes fák fognak nőni. A gyümölcsösben is próbáltuk úgy tervezni, hogy kisebb és nagyobb lombú fákat vegyesen pakolgattunk egymás mellé, hogy egymást is tudják segíteni. Előre mindenképpen a házhoz gyors növekedési fákat választottunk, hogy a gyerekeknek és a családnak minél hamarabb tudjon árnyékot biztosítani. De nekem a kedvencem akkor is az angol kertben a selyemakác, ami már most nagyon szép és terebélyes lombkoronát növesztett magának, pedig még tényleg csak 2-3 éves. Ugye itt mögöttünk egy vérszilvát, azt... Igen, azt látod a vérszilva. Nekem amúgy is kedvesek azok a növények, amelyek bordó vagy sötétebb levelű növényzettel rendelkeznek, de például a selyemakácból van a teljes top favoritom, a csokoládészínű, akkor van ginkgo bilobánk, alma, körte, szilva. Hogyan védekeztek ugye a nagy meleg és a szárazság ellen? Ugye itt nyilván egy sarkalatos pont egy ilyen kertben az öntözés, és fenntarthatósági szempontból is, hogy adott esetben ahhoz, hogy a beporzóknak legyen elég virág, ahhoz nyilván kell valamennyire öntözni, de nem szabad túl sok vizet felhasználni. Ezt a kettőt hogyan tudjátok szinten tartani? Hát itt megint csak a mulcsozásra utalnék vissza, hogy ugye az a legfontosabb gyakorlatilag, hogy a talaj takarva legyen, tehát minél kevesebb vízpárolók jön el a talajból ezáltal, illetve áztatásos öntözéssel öntözünk. Ez annak érdekében történik, hogy ugye a növényeknek, a virágzó növényeknek a szírma nagyon hamar tönkre tud menni az esőtől, illetve ezek a nagy virágfejek, mint például az Annabella hortenziának is, ha megtelik vízzel, akkor nagyon csúnyán le tudja húzni a növényeket. Nyilván karózva vannak, hiszen nem csak öntözés által jut, hál' Istennek, víz a kertbe, hanem eső által is. Viszont az öntözéseket áztatásos öntözéssel oldjuk meg, tehát gyakorlatilag, mivel nincs sehol öntözőrendszer a kertben, így a slagot berakom, és addig áztatom a területet, amíg megfelelően át nem ázik a talaj. Ez egyébként én azt gondolom, hogy egy nagyon hatásos módszer, megkíméli magát a növényzetet is, a virágokat, nem törnek le az ágak a víz súlyától, illetve nagyon hatékonyan át tudja áztatni a talajt, és ez tényleg napokig, vagy akár ilyen hőségben is
egy bő hétig kitart, és látszik, hogy nedves még a talaj egy ilyen áztatás után. Nagyon szépen köszönöm, hogy körbe kalauzoltatok minket, engem is a nézőket a kertben. Lackó, illetve Lehel, nektek is köszönöm szépen, hogy aktív részesei voltatok a videónak. Anna, Bence, nektek pedig hát további sok időt és további sikeres kertépítést és szépítést még azokra a részekre, ahol ugye említettétek, hogy kiülő készül, meg garázs készül, úgyhogy hát jó munkát, mert van mit csinálni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy eljöttetek!